Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Na hát kaptunk, vagy az aranyköpés rovatunkban említettük, ugye, hogy bővebben foglalkozunk Rejtő Jenővel, ő a mai kiszemelt alakunk, hősünk, akivel, vagy akiről Katona Csaba történet segítségével emlékezünk meg. Szia, jó reggelt! Halló, halló! Igen, igen, szia! Boldog új évet neked is! Hát kérdez szépen, 75 évvel ezelőtt hunyt el, január 1-én 1943-ban Rejtő Jenő, mindannyiunk nagy kedvence, én még embert nem hallottam, ismertem, aki azt mondta volna, hogy hát fú, hát ezeket hogy unom, hogy utálom az ő írásait, regényeit, és nem is olvastam el csak egyet se. Mit kell tudnunk róla, illetve mi az, amit nem tudunk róla? Hát nagyon jó kérdés, ugyanis Rejtő Jenő életét elég nehéz dokumentálni dacára róla terjengő legendáknak. Van egy nagyon fontos dolog az ő élete kutatásában, nevezetesen az, hogy pár évvel ezelőtt megjelent a Megtalált tragédia Rejtő Jenő emlékére című kötet. Uh-huh. És hát ez a egészen kiváló munka, ez elég sok legendát eloszlat. Nevezetesen itt nagyon fontos dolgot kell megemlíteni ezzel kapcsolatban, amit a kötet szerkesztője, Túróczi Gergely, nem mellesleg Rejtő Jenő kutató leszögezett, hogy, és akkor idézem, Rejtőről igen kevés adat áll rendelkezésre, egyrészt már nem nagyon kutatták, másrészt ő sem jeleskedett abban, hogy túl sok nyomot hagyjon maga után, és a 20. századi harai is gondoskodtak a hagyaték kallódásáról. Ha nem is volt világcsavargó és tenger alatt járó, rája szigonyvető kezelője, meglehetősen bohém életmódot folytatott, nem törődő volt, nem érdekelték a polgári sallangok. Csak azért bomlám be, mert ugye az egyik legismertebb anekdota róla, hogy szolgált az idegen régióban. Igen. Nagy valószínűséggel ebből semmi nem igaz, ő maga kezdte elterjeszteni ezt a történetet megfelelő marketinggel. Ebben ugyanis kiváló volt. De hát nézzük először is, hogy honnan származott ő. Tehát nem Rejtő volt az eredeti neve, hanem Reich néven született. Reich Jenő néven 1905. március 29-én Budapesten. Édesanyja pedig egy nyomdai tisztviselő volt, aki túlélte a fiát. Itt ugye hát pont a halála évfordulóján emlékezünk erről. Állítólag soha nem magyarosította a nevét hivatalosan. Tehát publikált Rejtő néven, mint hogy publikált a legismertebb közismert P. Hovárt néven is, és nagyon sokan nem is tudták a maga korában, hogy ő rejtezik mögötte, de soha nem magyarosította hivatalosan a nevét. A testvérei, mert hogy volt neki két testvére is, ők viszont igen, mind a ketten más-más néven, de azt mondom, hogy most maradjunk Rejtő Jenőnél. Az a helyzet, hogy fennmaradt róla több ilyen történet, hogy amikor iskolába járt, akkor állítólag azért rúgták ki, mert az antiszemita tanárát megütötte. Ezt nagyon nehéz megint csak ellenőrizni, hogy megint oda kanyarodunk vissza, hogy egy gyerekkort felgöngyölíteni utólag. Igen. Egy később híresé vált embernél nehéz. Az biztos, hogy elég nehezen viselte az iskolát. Volt fizikai konfliktus a tanárával, miután elvégezte a Kertész utcai polgári kereskedelmi iskolába, került sor erre az inzultusra. És itt egy olyan dolgot hadd mondjak el róla, amit kevésbé szoktak róla tudni, szeretett boxolni. Uh-huh. Az imént idézett Túróczi Gergely hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon kevés olyan fotó van Rejtőről, ahol egész alakkal látható, de most ha találunk ilyen fotót, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon magas férfiről beszélünk, tehát 1,90 m körül volt. Tényleg? Igen. Ugye ki gondolná elsőre, mert látjuk ezt a kicsit kopaszodó figurát, és nem ezt a robusztus termetet társítjuk hozzá, de ez a robusztus termet, ez megvolt, és Túróczi szerintem remekül látta meg, hogyha valaki megnézi ezt a fotót, akkor kicsit olyan, mintha egyik saját regény alakja lenne, tehát ő szó szerint így fogalmazott, hogy legalább 190 cm, elég morcon a tekintettel, kopaszodott, volt egy pukli a fején, tényleg úgy nézett ki, mintha a regényeiből lépett volna elő egy alvilági figura. Miközben hát, és akkor megint fordítsunk egyet a történeten. Hát egy igazi kávéházi emberről beszélünk. Rejtőről azt kell tudni, hogy nem volt boldog. Tehát itt a legújabb Túróczi-féle kutatásokban az derült, hogy nagy valószínűséggel a bipoláris depresszió felé mozgott az ő személyisége, szenvedélybeteg volt, akármilyen jól keresett színpadi szerzőként a ponyváival, hát jó részt elkártyázta a vagyonát, volt két nagyon rövid ideig tartó szerencsétlen házassága. Hát ez is például kevésbé ismert róla. Boros Rózsának hívták a első feleségét, ha jól tudom, egy évig se éltek együtt. Hozzá kell tenni, és ez a magyar történelem, a nemzetközi történelem tragédia, Boros Rózsa Bergen-Belzeni koncentrációs táborban halt meg csak úgy, mint a
korábbi férje, tehát sajnos a második világháborúnak esett áldozatul, viszont a második felesége, Gábor Magdolna, és ez egy döbbenetes adat, 100 évig élt, és 2008-ban halt meg. Azt a mindenit. És gondoljunk bele, hogy köztünk él, ki tudja, meddig rejtőjönő feleség, gondolt erre bárki? Igen, gondolt erre bárki. Róla. Nagyon kemény. Vele Olaszországban éltél rövid ideig, egyébként mindkét feleségéről az a legenda maradt fönt, hogy mindketten a gépíró női voltak korábban, és mindketten már elváltak egy-egy alkalommal. Aha. És ebből mi igaz? Valószínűleg mindkettő. Csak ugye itt megint oda jutunk, hogy ezeket csekkolni, ezeket adatokat elég nehéz, de megint csak azt mondanám, ha nem is igaz, de jellemző, tehát nyilván nem véletlen, hogy ilyen történetek keringenek róla. Egyébként pedig még egy dolog, szerintem mindenki látta legalább egyszer gyerekkorában az Úri Lány Szobát keres című filmet. Uh-huh. Ugye hát ez egy gyönyörű szép fekete-fehér filmalkotása magyar filmzős korából. Mert tudom, azt is Rejtő írta, mert kevesen társítják hozzá. Igen. De ő írta, és azért belegondolunk, hogy ilyen nevek fordulnak elő ebben az alkotásban, mint Csahos Ödön ügyvédi előtt, vagy Sovánka, akkor ezek már egy kicsit a rejtés irányba viszik fel a történeteket, hát nyilván Lukács Sándor ügyvéddel nem tudunk mit kezdeni a rejtői univerzumba. De azért a Csahos Ödön az elég jól hangzik. Hogyan fordult tragikusba az ő élete? Hát túl azon, hogy kifelé érte rendkívül vidám figurát hozta, igyekedett a saját legendáriumát előszedni, sőt olyan marketing eszközünk cserélt, hogy Karinthy Frigyes, akiben jóban volt, 1926-ban megjelentetett egy cikket, aminek a lényege, hogy eltűnt Rejtő Jenő, de nem nevezte meg, hanem csak azt írt, hogy utoljára a Figadóban látták, majd a tudaparti vendéglőben és éjféltájban eltűnt, és kifejezetten kért, hogy kerüljön elő, mert biztosan él, csak nevéhez méltóan elrejtőzik, és akkor itt már kimondja a nevet. Jenő, gyere haza, minden meg van bocsájtva. Hát egész test ezt olvasta, Rejtő meg váratlanul hazatért Bécsből, utólag derült ki, hogy az egész egy marketing fogás volt. Óriási. Marketinges és média hacker. Abszolút. Igen. Úgy mondanák, hogy tematizálták a közbeszédet. Mekkora troll lehetne az internetes világban. Azt hiszem. Igen. Szerintem nagyon-nagyon tudna élni jó mostani eszközökkel. Ugye némiképp zavart egyébként őt, hogy a ponyvaregényeket nem a saját nevén publikálja, zavart az is, ahogy a ponyvát lenézik, és hát Petter Olivér, levéltáros kollégám kutatásaiból világosan kiderült, hogy például az, hogy nem vitték előtt munkaszolgálatra már korábban, a szülőt például egyik nyilas lapnak, akik közöltek egy cikket arról, hogy hát ki is ez a Rejtő Jenő, és meglehetősen nem meglepő módon gyalázkodó stílusú cikket. Mm-hmm. Hogy az összefüggötte azzal, hogy őt elvitték vagy nem, azt nem tudjuk. Ami biztosnak nevezhető, az sajnos az, hogy valóban 1943. január 1-én az ukrajnai Jevdokovóban halt meg, a munkaszolgálatra húzott volt Rejtő Jenő. Ugye erről is fennmaradt egy anekdóta, ami szerint reggel azt találta mondani, hogy ez a nap is jól kezdődik. Más források szerint azt mondta, hogy ez az év is jól kezdődik. Hát valószínűleg a valóság ennél sokkal kevésbé romantikus és végképp nem humoros, ami biztos, hogy egy Rajna János nevű artistával volt szorosabb kapcsolatban ott a munkatáborban, aki igyekezett a nem túl jó fizikai állapotban levő hatalmas termetet acára, nem túl jó fizikai állapotban levő Rejtő Jenőt támogatni, legalábbis saját elmondása szerint. És hát nem lehet egészen pontosan tudni, hogy hogyan és mikor halt meg, csak nagy valószínűséggel januárban. A Rajna leírása szerint szilveszter napján, 42. szilveszter napján is fűtetlen helyiségben foglalkoztatták őket gyakorlatilag egész nap. Rettenetes hideg volt, és este még egy picit beszélgettek, állítólag Rejtő azt találta neki mondani, hogy a nagy regényből nem lesz semmi, pedig készen van itt bent, és a homlokára bökött. És annyit lehet tudni, hogy vélhetően ezek voltak az utolsó szavai, és hogy még éjfél előtt meghalta, vagy másnap reggel, azt ugye már senki nem tudja tudni, de nagy valószínűséggel január 1-ére teheti a halála. Ugye, az igazi tragédia, sok más tragédia mellett ugye, hogy a szülei túlélték őt, és ebben érettenetes belegondolni. De hogy egy kicsit azért vidámabban tekintsünk rá, azért ne feledkezzünk el arról, hogy annak idején ugye általában megírta a saját sírfeliratát, amit gyakran idéznek tőle, és ez így hangzik, hogy két nyugtalankodik csendesen, író volt és elköltözött az élő sorába, 6-36 évig élt néhány napot, és ha gondolkodott, csak álmodott néhány napot. És amikor kinevették, azt hitte, hogy kacagtatott, most itt fekszik a nehéz temetői hantal, a zöld koponyáján kiüt a csíra, és azt álmodja, hogy él, szegény béke hangjaira, ámen, Rejtő Jenő. Ami
Hozzátartozik még az életéhez, hogy az igazi népszerűsége, a második igazi népszerűsége, mert ugye maga korábban is sikeres szerző volt természetesen, az a Kádár korszakra tehet, ugye a Sárga Albatrosz könyvekre gondoljunk. Jaj, tényleg az a 60-as években kezdődött, azt hiszem. Szerintem a mi korosztályunk leginkább a Amadeus Albatrosz. Biztos vagyok benne. Igen. Ismertem őt, a suliban a pad alatt olvastuk agyva főbe, és ugye innen jutottunk el aztán oda, hogy gyakorlatilag ilyen fél mondatokból ki lehetett találni, az uram a késemért jöttem, és más hasonlóból, hogy van egy közös kulturális alapunk, és azért is ezt szeretném felidézni, megint csak azt mondanám, hogy amit már úgy sokszor ne a tragikus halálára gondoljunk, vagy bármely így halt volna meg, hanem arra, amit ő megteremtett. És közben azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy mint a legtöbb, nagyon-nagyon sok ember megnevettető ember, hát ő sem tartott a boldog emberek közé, nem igen, csak a halála nagyon furcsa. Az évén. Megint Urócz Gergelyt idézném, aki a következőt írja, hogy magánlevelezéséből egy sértődékeny, visszahúzódó, sérelmeit dédelgető, kisebbségi komplexusos figura rajzolódik ki. A regényeiből ismert nagy duhaj alakok részben kompenzálás eredményei is lehetnek. Ez azért is meglepő, mert végre előkerült egy fénykép, ami rejtőnek bőve félbevágva a portrészerűen látható. És ugye innen idézi azt, hogy hát itt néz ki úgy, mintha valóban egy ilyen olvilági figura volt, egy boxoló. Hozzá kell tenni egyébként, hogy ahogy említettem, több sportegyesületben is boxolt, állítólag talán még a Fradiban is, de ami biztos, hogy az első igazi komoly magyar boxbajnok Rózsa Jenő volt az ő nagy példaképe, és egy végképp egy, tényleg még egy anekdotát így a végére, hát szerepelt ő színpadon is, tulajdon a színpad jó volt, járt Rákosi Szidihez, és állítólag az a rész véget a színpad év pályafutása, hogy elejtette a színpadon Premier Klánban Törzs Jenőt, a remek színészt, aki a földre zuhant, és nem lett különösebb problémája belőle, de hát kellemetlen volt az eset. Hát igen, de az írói karrier tovább ment. Igen, szerencsére. Igen, azt gondolom, hogy hát hisz nem is volt minden igaz, amit ugye terjesztettek róla, hogy bejárt a félvilágot. Afrikában egyébként járt, tehát Észak-Afrikában a légiós nem is volt. A stimmel, így van, de hát nyilván nagyon sok mindent nem fogunk róla megtudni, én nem véletlenül hangoztatnám itt két ember nevét, Turóczi Gergelyt és Perter Olivérét, mert az utóbbi években ők voltak azok, akik nagyon komoly és a lehetőségekhez mérten nagyon alapos kutatásokkal járultak hozzá, ahhoz, hogy többet megtudjunk róla. Megjelentek ismeretlen kéziratai is, és hát én azt gondolom, hogy azért mi a nevető Rejtő Jenőre is emlékezzünk, mert bipoláris depresszió ide vagy oda, és ezt nem akarom lekicsinyelni, mert rettenetes dolgokról beszélünk. Igen. De akiben ilyen humor volt, abban ott kellett, hogy legyen az életöröm is. Ez biztos, persze. Nemzedékek kocogtak rágondolva, nemzedékek fognak még kocogni rágondolva. Nem érzem úgy, hogy erodálódtak volna a regény, pedig ez nagyon sok irodalmi szöveggel megtörténik. Semmiképp. Úgyhogy szerintem hát, érdemes is időről időre újra elővennünk nekünk is, hogy jól érezzük magunkat. Így van. Portárs, és hát ennek jegyébe gondoljunk rá, úgyhogy... Ilyen rejtőjenő, ha mondhatom így. Így is van. És fog is örökké. Köszönjük szépen. Szép napot a továbbiakban. Szervusztok, minden jót kívánok. Katona Csaba történész segítségével elevenítettük fel Rejtőjenő alakját. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.